Nincs megállás az NBA egy alcsoportos férfi kosárlabda bajnokságban. A karácsony után egy nappal ismét teljes fordulót rendeznek. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Cserhami Krisztiánt hallják. A kaposvári KK a bajnokság 14. fordulójában a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét együttesét fogadja, és hát igyekszik javítani a hazai együttes, hiszen legutóbbi 3 meccsét elveszítette a társaság. Ugyanez igaz azonban a kecskemétiekre is, ők is zsinórban 3 vereséggel érkeztek el ehhez a fordulóhoz, úgyhogy mindkét csapat szeretne túllendülni ezen a rossz szérián. Fehérmezen a kaposvári együttes is, sötét lilában a vendég Kecskemét. Csorvási Milan és Kis Dávid az, aki ugrani fog a labdáért. És a Kaposvár vezetheti az első támadást. Nézzük gyorsan a 2 kezdő ötöst a Kaposvárnál. 4-essel Hilliárd a labdával. Aztán Plazer, Wayne Martin. A visszatérő TJ Price. És Csorvási Milan, aki eddig nem sűrűn kapott lehetőséget a kezdőben. Most viszont rögtön ott van a pályán a mérkőzés elejétől, Wade Martin triplájával pedig 3 ponttal vezet a Kaposvár. Dramić Anyintól nem jön a válasz, Kis Dávid viszont betalál. A vendégeknél Milutinovic, Kis Dávid, Dramić Anyin, Pollard és Jaramaz a kezdőben. És a vendég együttest Hegedűs Gergely irányítja, a kecskemétiek vezető edzője Forrai Gábor ugyanis nem lehet itt a mai találkozón. Koronavírusos eset miatt kénytelen kihagyni ezt a mérkőzést Price, üresen a triplával. Kimarad, de megvan a támadó lepattanó, elsőre legalábbis úgy tűnt, és marad a labda a Kaposvárnál. Kecskeméti játékostól ment ki a labda. A KKK-nál viszont ott van a vezető edző, Nikola Lazic, ő pedig ugye az előző mérkőzést hagyta ki, de nem azért, mert mondjuk karanténba került volna, hanem mert azt megelőzően a Sopron elleni találkozón 2 technikaival kiállították, úgyhogy a Körmend elleni találkozót kihagyta Nimrod Hilliárd. Trükkös megoldása pedig nem jött be, megpróbált a védő hátára rádobni a labdát, és aztán így előnyhöz jutni az alaponali bedobásnál. Hát végül eladott labda lett belőle, majd egy újabb kaposvári fault. Pontosabban az első. Plazernek írják be a játékvezetők. Jaramaz a labdával, 10 másodperc még a kecskeméti támadóból. Milutinovic, Dramić Anyin, Pollard teljesen körbejárt a labda kívül. És aztán megvan a támadó lepattanó a vendégeknek, de Price labdát szerez. Plazer elindul befelé, Dramić Anyin állta útját. Martin osztja ki, és kezdheti előről a támadás építést a Kaposvár. Hilliárd próbálja egy-egyből megbontani a kecskeméti védelmet, és végül egy középtávoli tempóval zárul az akció. 5-2 ezzel így a Kaposvárnak. Jaramaznál a labda. Dramić Anyin 1-1-ben Wayne Martinnal. Dramić Anyin előnyben volt, jó néhány centivel magasabb, mint a kaposváriak erőcsatára. És a második kaposvári fault a találkozón. Ezúttal TJ Price-nak írják be. Egy 2 mérkőzést kihagyott, sem a Sopron, sem a Körmend elleni találkozón combsérülés miatt nem tudott játszani. Most viszont újra ott van a kezdőben rögtön, ráadásul nem is csak a keretben. Dramić Anyin kapja meg a labdát, kívül 10 másodperc még a támadóból a vendégeknél. Milutinovic megveri 1-1-ben Martint, és aztán remekül segít be TJ Price. A blokkolása után pedig le is jár a támadó idő, úgyhogy jöhet majd a Kaposvár. Kiváló hazai védekezés. Már is cserélnek a vendégek. Érkezik egyfelől Kucsera Dániel, valamint Wittmann Krisztián.
Azt említettem, hogy TJ Price visszatért a Kaposvárnál. Úgy néz ki viszont, hogy Handlein Roland viszont kihagyja ezt a mérkőzést. A hírek szerint a térdével van egy kis probléma, de nem tűnik olyan súlyosnak az eset, hogy hosszú kihagyás legyen ebből. Mai találkozót viszont kiüli, miközben Milutinovic faultal együtt szerez kosarat. Egyenlíthet majd a szerb játékos, ha bedobja a büntetőt is. Vannak hiányzók a túloldalon, és ha már a kaposváriaknál említettem Handleint, ugye Forrai Gábort már említettem, csak a vezetőedzője a Kecskemétnek a kispadon. És hát a fiatal játékosok közül hiányzik Kormendi Bence, valamint Botka Botond. A meghatározó húzó emberek közül pedig Kemal Karahodzsics, a Kecskemétiek magyar válogatott centere. Price dobása lejön, Pollard pedig leszedi a lepattanót. Csak hát a egyik, hanem a legjobb játékosa. Asszisztok és a dobott pontok terén is ő a legjobb a Kecskemétben. Price, Hilliard, bedobja a triplát. Ami a Kecskemétnél Pollard, az a Kaposvárnál Hilliard, ő a legerősebb játékos, illetve hát ő osztogat a legjobban, de hát irányítóként szinte az el is várható tőle, Csorvási, besegítenek meg ketten, és aztán Csorvási remekül vette észre azt, hogy üres a terület mögötte a palánk alatt. Csorvási első kosara a mérkőzésen. A Körmend elleni elveszített találkozón játszotta eddig legjobb kaposvári mérkőzését. 14 ponttal zárta azt a találkozót. Milutinovic messziről, de dobni kellett, mert már csak 3 másodperc volt vissza a támadóból. Milutinovic az előbb egy 2 plusz 1-jel, most pedig egy triplával egyenlít. 10-10 az állás, amikor lassan az első negyed feléhez érünk. 5 és fél perc van még vissza Hilliard a labdával. Martin, aztán Price áll bele egyből. Lejön a tripla kísérlete. A második elhibázott 3 pontos kísérlete volt ez TJ Price-nak. Pollard a labdával mindeközben, és Wayne Martin hárít lábbal. A kapusoknál lesz bravúr, itt viszont szabálytalanság, úgyhogy jöhet majd a Kecskemét. Cserélnek közben a vendégek. Fazekas Máté a pályán 21-essel. Pollard kucsalát küldi át a túloldalra. Pollard indul befelé, aztán egy jó labda Fazekasnak. Nincs viszont pont belőle Hilliard Csorvásinak. Óriási labdát ad Price-nak, és Price nem is hibázta el az ígyszert. Fazekas megint a labdával. Jelen az aztán Wittmann. Kucsera lepattan gyakorlatilag a védőkből. Wittmann eldobja a 3-ast és vezet ezzel a Kecskemét. Hilliard a labdával szépen vitt el a zárás után. Fazekas mellett, aki maga 210 centével nem nagyon tudta volna tartani vele a lépést lábon. A kaposváriaknál pedig Csorvási kap pihenőt, és érkezett a helyére Xavier Ford. És cserélnek a vendégek is, érkezik vissza a pályára Milutinovic és Rasko Dramichanin. Blazer. Price, Martin maradt üresen a palánk alatt, és meg is tudja oldani.
elsőre jónak tűnt a váltás a vendégeknél, ahogy kint maradt ott labdás emberen Fazekas. De aztán sikerült bejátszani mellette a labdát. Milutinovic egy triplával, Pricey a lepattanó. 14-13-as kaposvári vezetés. Pricey nem tudja adni csak most Martinnak. És Martin dobása behullik. 16-13 így most a hazaiaknak. Megint 3 pontos a különbség. Dramić ennyi indul el, és rendkívül okosan tette föl Ford hóna alatt. Ráadásul érkezett ugye még a fújás is, úgyhogy akármikor, amikor a KKK 3 pontos előnyre tesz szert, mindig jön egy 2 plusz 1 vagy egy tripla. És jön most Puska Bence is. Őt lehet látni a képernyő bal alsó sarkában. Plézer helyét foglalta el a pályán. Dramić ennyi pedig bedobja a büntetőt is, úgyhogy ismételten egál. Majd aztán újabb csere a Kaposvárnál. Pricey kezd el lefele kocogni. És Krinyajszki Boris az, aki beáll a helyére. Ő fog innentől kezdve irányítani. Martin Hilliard. Hilliard egy apró mozdulattal elugrasztotta úgy a védőket, hogy ha nem is üres volt az út a gyűrűig, mert azért volt ott besegítő játékos, de jöhetett a kaposvári zicser. Itt van már közben a labdával a túloldalon, ő kapja vissza és beleáll a triplába. Kijön, de nincs meg a lepattanó, a támadó lepattanó a Kecskemétnek. Hilliard volt az, aki Dramić ennyi elől le tudta szedni. Pedig hát elég nagy handicapja volt Dramić ennyinnal szemben. Ford osztja ki Puskának, Krinyajszki. Óriási labdát ad Wayne Martinnak, és ő is bedobja. 20-16 az állás, az első alkalom, hogy nem 3 pont a különbség, hanem már 4 a Kaposvárnak. És ön is az első időkérés a mérkőzésen. Hegedűs Gergely rendelte oda magához az övéit. Kecskeméti időkérés tehát. Wayne Martin nagyon jól kezdte a meccset, már 9 pontnál jár. Újra pályán a csapatok, és a KKK ellen nem csak Wayne Martin, hanem Nimrod Hilliard is nagyon jól kezdte a meccset, ő pedig 7 pontnál jár. Közben Pollard a labdával. A túloldalon Dramić ennyin kiosztja egy triplára. Szépen járt körbe a labda, és végül visszakerült Dramić ennyinhoz. Ő talált be a palánk alól. 1 perc 50 van még vissza az első negyedből. Hilliard bolondítja meg megint a védőket, aztán Krinyajszki kapja kint a triplán, 3-an esnek el a pályán, 2 kecskeméti, meg egy kaposvári, de Krinyajszki itt nem zavarja meg ezt sem. Törlést kérnek a játékvezetők itt a nagy eséskelés után. És ha már játékvezetők, Raks Péter, kapitány Gellért és Lengyel Ádám fújja ezt a találkozót. Szinte néma csend közben a Kaposvár arénában, ahol volt néma csend még a mérkőzést megelőzően is. Játékosok bemutatása után egy perces néma gyászszünet volt Monokné Müller Andrea emlékére. Kaposvári kosárlabda klub korábbi munkatársa, illetve hát korábbi ügyvezetőjének felesége életének 53. évében hunyt el, hosszantartó súlyos betegség után ráemlékezett a Kaposvár aréna népe. Nimrod Hilliard viszont gyorsan csinál egy kis hangzavart. Megint megbolondította gyakorlatilag mind az 5 pályán lévő kecskeméti játékost, sűrűt forgott ott a palánk alatt. És ezzel most már 7 ponttal vezet a Kaposvár, kevesebb mint 1 perccel a negyed vége előtt. Egy triplával akár 10 pontosra is növelheti az előnyét a kaposvári KK, Hilliard a labdával. Bele is áll a triplával, de kimarad a 3 pontos. Hát ezt el lett volna, aztán csak igazán nagy a hangzavar itt az arénában.
Puska Bence védekezett jól. Leütközte ellenfelét, amit aztán már a játékvezetők szabálytalannak láttak, és mivel ez volt az ötödik kaposvári fault az első negyedben, jöhet is a két büntető Andrea Milutinovic-tól. Hosszas labda pattogtatás és koncentrálás után megvan Milutinovic hetedik pontja. 15 pontos átlaga van, mivel gyakorlatilag a Kecskemét második legeredményesebb játékosa. És bent van a második büntető is. Kicsivel több mint fél perc van még vissza az első negyedből, úgyhogy szinte biztos, hogy még támadhat majd egyet a Kecskemét. A kaposvári akció után Tunyajszki, Puska elindul befelé, és aztán lejön a dobása. 10 másodperc van még valamit kitalálni a Kecskemétnek, ez Polárdra bízták a vendégek, aki pedig meg is találta a módját, hogy valahogy pontot szerezzen még, hát nem, hogy 10 pont nem lett a különbség, hanem feljött a Kecskeméti együttes 3 pontra, 25-22 az első negyed után, nem sokára folytatjuk majd a közvetítést. Az első negyedet Hilliard és B. Martin is 9-9 ponttal zárta a Kaposvárnál. A túloldalon pedig Milutinovic volt a legeredményesebb, 8 ponttal zárta az első játékrészt. Épp nála a labda bedobott egy triplát, egy duplát, meg 3 büntetőt is. A vonalról, a büntető vonalról hibátlan maradt az első negyed után, így alakult ki végül a 25-22-es eredmény. Az első negyed után Wayne Martin bedobja a középtávolit. Elsőként a mezényből, tehát ő lépi át a 10 pontos küszöböt. Futtából állt bele Milutinovic a triplába. Ezúttal viszont elhibázta Ford. Gyönyörűen ugrasztotta el Milutinovicot a dobócsellel, és aztán sajnos a dobás kimarad. Elég nagyon szépen csinálta ezt most az amerikai játékos. Pollard indul meg előre is. Sikerül elcsenni tőle a labdát, de aztán ugyanúgy sikerült ellopni Fordtól is. Jó egyelőre a védekezés, és hát az a helyzet, hogyha Puska valaki ütközik, az valahogy rögtön fault. Szinte, mintha nem tudnák elhinni a játékvezetők azt, hogy vékonyabb testalkattal is le lehet ütközni valakit esetleg. Pollard a labdával, 14 másodperc a támadóból. Pollard középtávolia lejön, és aztán óriásit küzdött ezért a két pontért Kis Dávid, aki nem is olyan kicsi, csak a vezeték neve az. 209 cm magas, úgyhogy két keretet, ha tekintjük, igencsak magassági fölényben van a vendégegyüttes. Kaposvárjaknál nincs igazán 2-10 környékében egy játékos sem. Forrad közben befofozza a labdát. És Pollard érkezik már közben. Kapja vissza a labdát. Milutinovic, mit van? 7 másodperc. Hilliard és Pollard szinte a két irányító volt az, aki a szálkán küzdött egymással, mint ahogy a centerek szoktak. Hilliard ütött oda végül Pollardnak, ráadásul a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy már a vendégek irányítója, bedobója már felvette a labdát, úgyhogy most dobásra készült volna, úgyhogy emiatt most készülhet két dobásra, két büntetőre. Csúnyán elmérte az irányt
Xavier Pollard az első büntetőnél 18,7 pontos átlaga van. Ezzel ő a legeredményesebb kecskeméti játékos, és általában 4-5 lepattanót is leszed, valamint 3,5 gólpasszos átlaga van. Abszolút meghatározó játékos a vendégeknél. Második büntetője bent volt, Ford kapja egy triplára. Nekünk marad a 3 pontos kísérlet, Wittmann érkezik már aztán a labdával. Pollard megint. Szépen adta be Dramichanyinnak, és jól segített, de most Krunyajszki is. Labdaszerzés lett végül belőle. 3-1-ben viheti a Kaposvár. Price tette föl Fordnak, és Kucsera ért vissza még úgy, hogy aztán valahogy rápattant a labda a Fordra, úgyhogy jöhet a kecskeméti együttes. Hát a 3-1-es lerohanásból. Alapfonali bedobás lett a Kecskemétnek, de nem azért, mert pont az zárult volna a kaposvári akció. Dramichanyin. Itt van aztán Milutinovic, szépen előzte meg Dramichanyint. Wayne Martin, egyszerű védekezés. Fordnak. Ford egyszer már beültette a hintába Milutinovićot, pontosan egy dobócsá volt az, amivel nagyon elküldte. Most pedig egy kereszt átütéssel, és aztán a végén sikerült cicert is dobnia. Így először a mérkőzés folyamán eredményes Xavier Ford és a Kaposvárnál. Említettem ugye Csorvás itt, hogy neki mennyire jól sikerült a körmend elleni találkozó. Hát Ford esetében ez nem elmondható, 3 ponttal zárt körmenden. Kihagyja közben Pollard másodjára is. Price a lefordulásos tempóval. Dramichanyin, Wittmann. Krinyajszki lépett rá szinte a lábára. Ez a harmadik kaposvári fault ebben a negyedben. Az előző játék részben ugye bónuszba került a KKK, és amikor a KKK beütötte az 5. hibáját, akkor a Kecskemétnek 1 darab volt. Most pedig a Kaposvárnak van 3. Kecskeméti oldalon pedig egyelőre 1 sem. Kaposvár tehát nem csak a fault határon védekezik sokszor, hanem azon túl is. Néma maradt most viszont a síp. Nem láttak faultot Krinyajszki és Dramichanyin összeakadásánál a játékvezetők, így aztán végül Kecskeméti eladott labda lett ebből. A találkozót, illetve hát a fordulót, a 14. fordulót a Kecskemét a 6. helyről várhatta 7 győzelemmel és 6 vereséggel, a KKK pedig 5 győzelemmel és 8 vereséggel a 11. helyen. Érte ez a forduló, és hát a Kecskemétnek ugye a 7 győzelem, 6 vereség, az volt nem olyan rég, mint 7 győzelem, 3 vereség is. Hát igen, nehéz sorsolása volt azért a KTN-nek a legutóbbi fordulókban. A Falkó, a Körmend és a Deac volt a csapat ellenfele, miközben Price dob egy zicsert rögtön a bedobás után. 8 pont ezzel így a különbség. Itt jelentősebb előnyt tud kiharcolni a Kaposvár. Kérdés, hogy tud-e faragni ismételten a Kecskemét. Jön egy középtávoli azonnal a Fazekastól. Kecskemét ráadásul nem csak, hogy 3 nehéz ellenféllel futott össze, hanem még az utolsó meccsét hosszabbításban veszítette. Ford pedig közben faultól együtt talál be.
Ez volt az első ilyen eset a mai találkozón, talán, hogy Kaposvári játékos dobja meg kosarat faultal együtt. És Ford kihagyja a büntetőt. Eredményes volt a kecskeméti dobos. Tudta zavarni Milutinovic közben a duplával. Vendég szurkolóban öten vannak, de nagyon lelkesek. Mezben lila pólóban nagy dobbal bíztatják a kecskeméti csapatot. Krinyajszki közben a labdával Ford. Beláll a középtávoliba, épp hogy eltalálja a gyűrűt. Így tudta viszont leszedni az alaponalon befutó Puska Bence a labdát, Wayne Martin, ő pedig aztán elhagyja. Jeremaz érkezett vissza vendégeknél, Ponárdot váltotta a pályán. Kevesebb mint 4 perc van vissza a második negyedből, 35-29-re. Vezet a kaposvári Kápra egyelőre a Kecskemét ellen, Fazekas beadja középre, centerbe Dramicsanyinnak. Ford pedig be tudta takarni. Pejsz indult el villám gyorsan az alaponal felé, ő kapja most vissza. Egy passzcsal aztán megtartja a labdát, kicsit sűrület most a pályának ez az oldala. TJ Price viszont ettől sem jött zavarba. Egy újabb kaposvári triplát. Ez volt a negyedik 3 pontos a fél időben a Kaposvárnak, 8 kísérletből, úgyhogy eddig jó százalékkal dobják a hármasokat a kaposváriak, és Xavier Ford zsákolásával először a mérkőzésen már átlépi a 10 pontot, és a különbség 40-29-re vezet a KKK. Már is jön azonnal az újabb időkérés, a második kecskeméti időkérés, Nikola Lazicsnak még nem kellett oda rendelnie magához a játékosait. Kecskemétieket láthatjuk a képen, ahogy Hegedűs Gergely magyaráz a játékosoknak. Jó néhány évet lehúzott a Kecskemétnél játékosként is, Hegedűs volt csapatkapitánya is a csapatnak. Most pedig az életnek hát a koronavírus úgy hozta, hogy sok másodedzőként eltöltött mérkőzés után ő irányíthatja az együttest. A 14. fordulója ez a bajnokságnak, ugye, ami azt jelenti, hogy túl vagyunk már az alapszakasz felén, és az alapszakasz fele pedig azt jelentette, hogy kialakult a Magyar Kupa 8-as döntőjének mezőnye. A kaposvári KK pedig sajnos nem lesz ott majd legjobb 8 között, ugyanis a vonalat a bajnokságban húzzák meg az első 8 helyezett. Az alapszakasz felén az első 8 helyen álló együttes játszott a Magyar Kupa 8-as döntőjében. Hát úgy nézett ki még a válogatott szünet táján, hogy a KKK-nak esetleg lesz esélye. A 3 elvesztett mérkőzéssel viszont úgy alakult, hogy nem lesz ebből idén sem Magyar Kupa a Kaposvárnak. 2017-ben játszott az együttes utoljára Milutinovic, közben futtából beleállva a triplába, és nincs újabb kosára vendégeknél, úgyhogy folytatódik továbbra is. A kaposvári fölény vagy Martin törbe. Támadó gyanús volt, és aztán elsőre vagy Martin dobott egy homályt, így a nagy ütközés után Zitzerből. Viszont pont az ő kezébe került a labda, 42-29 így a KKK-nak. Jeremaz. Fazekasnak kívülre ez a tripla se jó, de megvan a lepattanó Milutinovicnak. Ford üti ki a kezéből a labdát, Milutinovic esik, kell, vetődik a labdáért, és megvan végül megint a Kaposvárnak a labda. Ford ügyel baljal, de nála maradt.
aztán a nagy bukfenc után juthat vissza Ford védekezni. Nagy rohanásban van a KKK is. 19-7-re nyeri egyelőre ezt a negyedet a hazai együttes. Fazekas. Ez hosszú volt. És megvan a lepattanó a Kaposvárnak. Kucsara pedig odaüt Hiliárnak, így most már faultok tekintetében a negyedben utoléri a Kecskemét a Kaposvárt. 3-3 személyi hiba a két oldalon, és két csere is a vendégeknél. Fazekas, illetve Wittmann ül le. És érkezett vissza Pollard, valamint, hogyha jól nézem, Dramichanin. Megvan a lepattanó a Kecskemétnek, Pollard indul meg. Lassan megkezdődik az utolsó perc a fél időben. Pollard szépen védekezett megint Wayne Martin. Nem fölül akarta, fent akarta betakarni Pollardot, hanem alul csapott még oda a labdára, mielőtt felemelhette volna Pollard. Hilliard a labdával már közben elindul befelé, szép kiosztás Fordnak. Üresen a tripla, de kicsorog. Nincs benne a három pontos. Milutinovic hozta fel, és aztán megy vele végig. Aztán Wayne Martin pedig bemutatja, hogy nem csak alul tud szerelni, hanem fönt is. Jó volt a légielhárítás. Jöhet alapul a Kecskemét, Dramichanin. Jaramaz. Pollard kapja most, 8 másodperc még a támadóból. Jaramaznak dobnia kell, 1 másodperc. És benne a tripla is, TJ Price a lepattanó. 17 másodperc van még vissza a negyedből. TJ Price pedig rohant volna már előre, de aztán mutatta Lazić, hogy nyugi. Úgyhogy gyorsan beúszta a kéziféket TJ Price. Aztán pedig adja a labdát. Pollard szerzi meg, 1 másodperc, elugrasztja Wayne Martint, és aztán bedobja Xavier Pollard a triplát, úgyhogy kaposvári szempontból nem a legjobb módon zárul az első negyed. Ezzel a triplával átlépi a 30 pontot a Kecskemét, de még így is 12 pontos hátrányban van a vendég együttes, hiszen a fél időben kaposvári KK Kecskemét 44-32. Innen jövünk majd nem sokára vissza a második fél idővel. Igen, csak összekapta magát a kaposvári KK a Körmend elleni vereség után. Az első fél időben a Kecskemét ellen nem csak hogy 12 ponttal vezet az együttes, hanem például a dobó százalékban nagyon-nagyon előre lépett, illetve hát a Kecskemétet is nagyon veri e tekintetben. 57%-kal dobtak a kaposváriak az első két negyedben, és 36-tal a vendégek. Szóval már is kaposvári kosárral indult a harmadik negyed. A Kaposvár ráadásul 9 eladott labdába belehajszolta a Kecskemétet, és emellett 7-et szerzett a hazai együttes. Lepattanókból is 2-vel többet gyűjtött be, a Kaposvár 19-et, még a Kecskemétnél 17 volt az első fél időben. És hát a triplákat közül 50%-kal dobta a hazai együttes. 9-ből 4-szer találtak be, a túloldalon pedig 16-ból 3-szor a Kecskemét. Nagyjából itt lehet keresni azt a 12 pontnyi különbséget ezekben a statisztikánkban. Hilliard ad egy nagyszerű labdát Csorvásinak. Nullával indítja át ezt a játékrészt is a kaposvári együttes. Dramichanin kapja a labdát. Jaramaz. Tavaly is már a Kecskemétiek játékosa volt. Kis Dávid pedig kihagyja. Hilliard. Kicsúszott valószínűleg a kezéből a labda. Nem a leütés vagy a passz kísérlet volt ennyire rossz. Pollard pedig a kezét fájlalja, csak a jobb kezét nyújtotta
a segítségére érkező csapattársaknak. Így húzták fel a padlóról az amerikai játékost. A Forrai Gábor kihagyja a koronavírus miatt ezt a találkozót. Polátnak is ki kellett hagynia, nem is olyan rég decemberben. A Sopron elleni találkozót, szintén elkapta a betegséget. Most aztán egy középtávolit. És igyekszik rohamat indítani a vendég Kecskeméti együttes. Kiliárd nagyszerű labdát ad Price-nak, aki ott a sűrűjében kapta egymás után az üres elzárásokat. 50-34, TJ Price is átlépi a 10 pontot, 11 pontnál jár. Wayne Martin volt az még a KKK-nál. 13 ponttal zárta az első fél időt. Rod Hilliard volt még ennek a közelében 9 ponttal, és Ford produkált remek második negyedet. 10 pontot szorgoskodott össze végül az amerikai játékos. Most éppen egy támadó, pontosabban védő lepattanót szedett le. Kis Dávid pedig egy faultot gyűjtött be. Leül Jeremaz és Kis Dávid is, és érkezik Kucsera, valamint Wittmann a vendégeknél. 16 pontos előnyben a kaposvári együttes. És azonnal egy újabb fault. Kucserára fújják rá a játékvezetők. Hát gyakorlatilag nem tudom, mennyi volt a tiszta játékidő a két fault között. Legfeljebb egy másodperc. És aztán most se sok idő telt el, sőt egészen pontosan tiszta játékidő sem ennyi. Az óra el se indult az alaponali bedobás után, mert Csorvásira fújtak le egy támadó fautot. Három személyi hiba egymás után. Pollard pedig szeretett volna három pontot szerezni. Nem jött neki össze TJ Price. Hosszabb assza Csorvásinak. Csorvási fönt kérte volna a labdát. Helyett jött a pattintott átadás, ráadásul elég pontatlanul. Price talán arra számított, hogy Csorvási le fog válni befelé. Nem volt jó most az összhang. Milutinovic a labdával, 8 másodperc már csak a támadóból. Csorvási pedig azonnal beüti a faultot. Mielőtt még megverték volna egy az egyben. Csorvási pedig le is ül. És érkezik a helyére Bogdán Benedek. Először a mérkőzés folyamán Bogdán Filipovics látta el még néhány jó tanáccsal, hogy is védekezzen majd Dramić Enyinor, illetve hát a palánk alatt a magas kecskeméti játékosokkal szemben. Pollard kihagyja elsőre, bedobja másodikra. Eddig csak Pollard talált be a második fél időben a Kecskemétnél. Ford pedig szeretett volna egy nagyot húzni, de sem a húzás nem jött be. Meg hát ahhoz, hogy zsákoljon, nem ártott volna leütni a labdát sem. Ezért fújtak lépéshibát a játékvezetők. Ford aztán meg is kérdezte kapitánytól, hogy mit kéne máshogy csinálni legközelebb. Nem is nagyon reklamált az amerikai játékos, ez pedig egy feladott kecskeméti labda, mondom én, meg aztán a játékvezetők között sem volt elsőre egyetértés. És kapitány az, aki mutatja az alapvonalon, hogy marad a labda a Kecskemétnél. És ezáltal 12 másodperc a támadó idő órán. Kucsera, aztán Wittmann, Pollard.
kapja vissza Wittmann, 3 másodperc. Wittmannnak dobnia kellett távolról. Kimaradt a hármas és a Kaposvári lepattan, aztán Pollarddal ütközik össze TJ Price. Igen, csak szaggatott eddig ez a negyed, sok a személyi hiba, a fault, meg hát az egyéb hiba is. Gondolhatunk itt az eladó fablákra. Price indul el befelé. Bogdán vissza Price-nak. Kucsera csúszik el. Martin szedi le a lepattanót, aztán átdobja a gyűrűt. Price pedig próbálta volna visszaütni Pollardot. Nem fújtak neki szabálytalanságot, pedig abszolút ez lett volna a célja TJ Price-nak, hogy gyorsan megállítsa a lerohanást. Price pedig közben le is ül. Sőt, hát ami ennél rosszabb hirtelen, hogy nem leül, hanem elindult az öltöző felé, és megy utána Nérber Árpád csapatorvos, illetve a csapatgyúrója is, Horváth Tamás. Ugye Price combsérülés miatt hagyott ki mérkőzéseket. Itt a fél időben is hengerezett egy kicsit, amíg a többiek dobáltak. Lehet, hogy még egy játékos kidül a Kaposvárnál. Hilliárd pedig sűrű elnézés sekk közepette, tapsol egy kicsit, aztán áll neki újra védekezni, hiszen az ő kezéből csúszott ki a labda. Azért jöhetett ismét a Kecskemét, de a Kecskemét nem tudja kihasználni ezt a kaposvári hibát. És talán hozzá lehetne azt is tenni, hogy ezt a hibát sem. Jöhet már a hazai együttes Fény Martin a labdával. Ford elindul befelé. Most nagyszerűen lépte ki a leütés után. Tartja tehát előnyét a kaposvári együttes, tetemes előnyét Pollard Fény Martin vele szemben. Szépen leütközte Fény Martin, Pollard viszont meg tudja oldani így is. Leci Pollard az, aki most kicsit úgy döntött, hogy megpróbálja a vállára venni a csapatot. 14 pontnál jár, és ebben a negyedben 6 pontos, ha minden igaz. Nimrod Hilliárd viszont gyorsan jön segíteni a csapatán. A faultos kosar után dobhat még egy büntetőt is. A kaposváriak mondhatni gyakorlatilag egyik felem a legjobb játékosa, 18,3-es pont átlaga van. A büntetőket pedig 81%-kal dobja a szezonban, és ezt sem hibázta el. Jeremaz áll be a középtávoliba, ez is lejön. Krünyeszki adta volna Fordnak, aki ez végül nagy nehezen csak eljutott a labda. Ford pedig be is dobja a palánk alól. Hát ilyen van azért gyakorlatilag magassági fölényben a vendégegyüttes. Sokszor be tudnak találni a hazaiak a palánk alól is. És amivel igazán nagyon küzd a lilamezes gárda, az a dobóforma. Gyorsan Kucsera be is vág egy hármast, hogy kicsit javítson a dobó százalékon, meg hogy közelebb férkőzzön a hazaiakhoz a Kecskemét. Így is azonban még 16 pont a különbség. Martin Kucsera most jól védekezik, fölül el tudta ütni a labdát, Jeremaz indul meg előre. Liárd ütközi le, aztán Wittmann elugrasztja ki Liárdot, és aztán Wittmann is bedob egy triplát. Egymás után két tripla. Gyors 6 pont a vendégeknél, és gyors időkérés a kaposváriaknál. Wittmann Krisztiának ez volt a 6. pontja. Nikola Lazics vezetőedző pedig a mérkőzés folyamán először kér időt a Kaposvárnál. 57-44-es állásnál.
belekezdtem abba, ugye, hogy a Kaposvári KK nem lesz majd ott a Magyar Kupa 8-as döntőjében. Ott lesz viszont a címvédő Falkó Szombathely, a Szolnok, a Debrecen, az Alba Fehérvár, a Körment, az Újonc Nyíregyháza, a Szeged, illetve a Kaposvár aktuális ellenfele, a Kecskemét. A kupa döntőt pedig várhatóan majd valamikor március elején rendezik meg. Bajnoki mérkőzés vár majd a csapatokra. Gyakorlatilag majdnem az alapszakasznak vége lesz már addigra, mire lejátszák a Magyar Kupa 8-as döntőjét. És már is érkeznek vissza a csapatok a pályára. Krinyánszki lesz az, aki majd bedobja a labdát. Kereken 3 perc van még vissza a harmadik negyedből, ha ezt még nem említettem volna az iméntieknél az időkéréskor. És 13 pontja még mindig van a Kaposvárnak az előnyből. Krinyánszki indul befelé, beleáll egy középtávoliba, aztán lecsorog, Bogdán pedig gyakorlatilag Bitvan nyakába ugrott. Szerencsére személyi sérülés nem történt, úgyhogy folytatódik tovább a mérkőzés. Épp Wittmannál a labda. Dramicsányin megy neki zárni. Ő kapja aztán vissza a labdát, fordal. Egy az egyben, és Bogdán szedi össze a lepattanóit, majd aztán adja Nimlót Hiliárnak a játékszert. Hiliárd Bogdánnak, Bogdán nem áll bele, Ford viszont elindul előre, és aztán kimarad az ígyszer. Krinyánszki várta volna pedig a labdát a sorokban egy triplára. És talán lehet, hogy önök is láttak itt a képernyő alján. TJ Price törölközővel a fejével visszatért az öltözőből, és leült a kispadra, úgyhogy talán majd tudja folytatni a mérkőzést. Krinyánszki robogott előre, kapott talán egy ütést is, aztán leosztott a Fordnak. Ford talán el tudott volna képzelni egy sípszót, egy faultot. Beragad most mind a két csapat. Másfél perc egyik együttes sem tudott pontot szerezni. Van viszont egy támadó lepattanó a Kecskemétnél. Jaramászt húzza vissza Wayne Martin. És ez pedig azt jelenti, hogy jön majd két büntető, mert a Kaposvári együttes már bónuszban van. A Kecskemétnek pedig 4 faultja van, úgyhogy a következő KT-je személyénél is majd jöhetnek a büntetők. Cseréltek a vendégek, Wittmann és Kucsara ült le. Jaramász pedig bedobta az első, majd aztán a második büntetőt is. És cserél a Kaposvár is, Wayne Martin ül le. Ő kap egy kis pihenőt, az első személye volt ez, amit az előbb beütött, úgyhogy nem a fault problémák miatt kell pihennie. Csorvási Milán érkezett vissza, aki viszont hát ha azt veszik, jobban küzd a fault problémákkal. 3 személyi hibája van már neki. Csorvási indul meg befelé. Nagyot küzdött, és aztán kiharcolt egy faultot. Jöhet majd a büntető, de itt ebben az esetben jött volna akkor is, hogyha nincs bónuszban a Kecskemét. Csorvásinak 4 pontos átlaga van a Kaposvárnál. És ugye, mint említettem, a Körmend elleni előző találkozó volt az, ami a legjobban sikerült neki eddig Kaposvári mezben, 14 ponttal zárt. Bedobja most mind a két büntetőt is. Utolsó percen belül már a harmadik negyedben Hiliárd maradt ott Jaramászzal.
a játékvezetők pedig azt mutatják, hogy Hilliard fogta, átölelte Jeremászt. Hilliard azt hiszem lehet látni, hogy nem nagyon ért egyet, és mutatja a játékvezetőknek, hogy ő próbálta alkarral megtámasztani ellenfelét. Manapság viszont már ugye az se annyira lehet. Jeremász bedobja az első büntetőt, és aztán a másodikat is. 11 pontra így most jelenleg feljön a Kecskeméti együttes. És hát volt 19 is közt a Kaposvárnak. Ráadásul a Kecskemét ezt a negyedet egyelőre egy ponttal nyeri. 16-15-re. Viszont Hilliard zicsere után a negyedet tekintve is előnyben a Kaposvár. Hát még összességében 14 másodperc van még vissza a negyedből, Jeremász pattogtatja a labdát. Beleáll a középtávoliba, lejön, fordja lepattanó, és még van 3 másodperc. Ford nagyon messziről dobja el, és éppen hogy kimarad Xavier Ford dobása. Talán még egy-két leütés bele is fért volna neki, bőve lett volna még erre idő, hogy aztán az utolsó pillanatban eresze el. Hát így is majdnem a meccs eddigi egyik legnagyobb kosarát láthattuk volna, így viszont marad a 61-48-as állás, nem sokára jövünk majd vissza a zárójáték résszel. Az eddigi legpont szegényem negyed után folytatódik a mérkőzés a negyedik negyeddel, 17-16-tal zárult ez a játék rész, ami azt jelenti, hogy a Kaposvár mind a 3 negyedet megnyerte eddig. Az elsőt még 25-22-re, a másodikat 19-10-re, és az előzőt 17-16-ra, miközben rögtön labdát szereznek a hazaiak. Dramicsanyin pedig fautol egyet Csinyajszkin, bár nem volt az teljesen szándékos, megpróbált volna labdát szerezni, aztán még össze is akadtak. Ebből lett aztán most ez a kis közlekedési baleset. Hilliard kapja aztán a labdát. 13 pontos előnyben a kaposvári együttes. És Csorvási ezt most még tovább is növelheti esetleg büntetőkből. A két csapat ugye összecsapott már egymással idén ebben a bajnokságban, hiszen már ugye mondhatni a visszavágókat kezdik el lejátszani a csapatok. Az alapszakasz második felében, második körében. Az első fordulóban Kecskeméten nyerni tudott a Kaposvár. Nem volt egy pontgazdag találkozó az. 74-62-re nyert kaposvári együttes, amely most már többet dobott, mint akkor a Kecskemét, hiszen 63-48-ra vezet a házigazda csapat. Milutinovics adja el. Egy pillanatra úgy nézett ki legalábbis, aztán Jeremász adja ki a triplát, és jöhet megint a Kaposvár. Hilliard kecskeméti meccsen 20 ponttal zárt, Ford pedig akkor 15-tel. Most meg egy kiadott dobás után, kiadott Ford dobás után jöhet előre a vendég együttes Dramicsanyin. Így az állás. Hilliard beleáll a triplába rögtön. Kicsit elkapkodott támadás volt ez most. Dramicsanyin Jeremásznak. Pollard elugrasztja Krinyájszkit, aztán másodjára már nem állt bele, inkább passzolt. Az alapvonali játékvezető megvárta, hogy is látta a kolléga, nem volt benne biztos elsőre, és az a döntés született, hogy marad a labda a Kecskemétnél. Kucsera, aztán Pollard a labdával. Jeremásznak egy óriási passz, de ez a tiszta dobóhelyzet is ki tud maradni.
nagyon tud javítani a dobó százalékán a vendégegyüttes. És így pedig nehéz lesz felzárkózni. Milutinovic indul előre, Bogdan pedig azonnal favutolja, hogy ne tudjon indulni a vendégegyüttes. Csorvási helyére érkezik vissza Wayne Martin, Keramas helyére pedig Wittmann, és jön vissza Ford helyére TJ Price is, aki úgy néz ki, hogy a kisebb kezelés után még éppen a combját próbálgatja. De tudja folytatni a mérkőzést. Milutinovic hármasa megint lejön. Ez volt a 26. kecskeméti tripla kísérlet, ebből 5 ment be. És Bogdan a hármasa is kimaradt Kaposvári oldalon, viszont csak 12-szer próbálkoztak a játékosok, 13-szor mostanival együtt, és ebből 4 ment be. Kolár, de 9 másodperc még a támadóból. Ford pedig ismételten lábbal tudott hárítani. Eltelik már lassan 3 perc ebből a negyedből, Wittmann Pollardnak. Bedobja a triplát Pollard. Ezzel így most már csak kereken 10 pont a különbség korábbi 19-ről. És 7 perc még vissza van, úgyhogy bőven van ideje arra a kecskemétnek, hogy tovább zárkózzon, esetleg jó védekezés most, a blokkolás után pedig Wittmann a túloldalon bedobja az icert, úgyhogy Nikola Lazic mutatja is az asztalnak, hogy szeretne időt kérni. 8 pontra felzárkózik így most a vendégegyüttes, 63-55 az állás. Ebben a negyedben pedig 7-5-re vezet eddig a kecskeméti együttes. Ezt már említettem ugye, hogy ebben a szezonban már összecsapott egymással a két együttes, és akkor a Kaposvár nyerni tudott. Tavalyi szezonban viszont igencsak másképp állt a helyzet. 4-szer is összecsapott egymással akkor a két csapat, és ebből 3-szor a Kecskemét tudott nyerni. 2-szer az alsóházi rájátszásban, 1-szer még az alapszakaszban. Bajnokság kezdetén, akkor is egymás ellen kezdtek a felek az első fordulóban, és akkor egy hosszabbításos meccsen tudott nyerni a Kecskemét. Majd rá 22 nappal később le is játszották a visszavágót, hiszen az előző idényben a koronavírusos helyzetek miatt nagyon sok mérkőzés maradt el, vagy hoztak előrébb, és akkor éppen a Kecskemét kaposvári vendégjátékát tették egy korábbi időpontra. Hát most a párharcot idén is próbálja kiegyenlíteni a kecskeméti együttes. Fel is jöttek 8 pontra már. Hilliard vezeti fel a labdát, kicsivel több mint 6,5 perc van vissza. És meg is jön a nézők hangja is, tudják, hogy kell egy kis segítség kívülről is. Krinyánszki rövid a dobása, és nincs meg a lepattanó sem megint a Kaposvárnak. Ez most tipikusan az a helyzet, amikor megérezhette a vérszagot a Kecskemét. Remicsenyin triplája lejön. Nagyon kellett ez most a Kaposvárnak, hogy ne menje be, és nincs fault. Milutinovic ütközésénél széttárt kezekkel mutatja kapitány, hogy mehet tovább. Hát azért nem tudom, volt egy-két olyan helyzet, amikor ilyenkor harsant a síp, például amikor Puska ütközte le a játékosokat. Wittmannak játsszák ki teljesen üresen egy triplára, de ez a 3 pontos kísérlet is lejön a vendégeknél. Ez a Kaposvár szerencséje, hogy nem tud betalálni kintről a Kecskemét, nem igazán tud betalálni kintről, még akkor is, hogyha több triplát dobott a KT-je, mint a Kaposvár. Krinyájszki, az ő triplája is lejön, és aztán fújnak egy faultot a játékvezetők. 6-3-as dobott be a Kecskemét, és 4-et a Kaposvár. Viszont a Kecskemét
28 kísérletből. Price, Bogdan és Hilliard. Wayne Martin bedobja most. Újra 10 pont, így most a különbség. Dramicsanyint tudta átdobni. Hiába állt vele szemben, vagy inkább a háta mögött egy magasabb védő. Wayne Martin így is meg tudta oldani. Zónaszerű védekezésre vált közben a kaposvári együttes. Dramicsanyin elugrasztja a védőket, megint teljesen üres helyzetig játszották a kecskemétiek a támadást, hát kicsit tovább is játszották a kelleténél, lejárt ugyanis a támadó idő. Jöhet így a kaposvári együttes, és megint jön a hajrá, hajrá Kaposvár a lelátóról. Hilliard pattogtatja a labdát, aztán Wayne Martin találja meg a palánk alatt. Hiányzik, hogy majd kiesett a pályáról. Wittmann ütötte ki a labdát Wayne Martin kezéből. 1,3 másodperc van viszont már csak az órán, a támadó idő órán. Remélhetőleg a kaposváriak is tisztában vannak ezzel. És aztán a kosár jó. És aztán még TJ Price-ra fújják rá a fautot. Na hát ilyet se láttam még, hogy kosár jó. Az utolsó másodperces dudaszós kísérletnél, és a játékvezetők úgy látták, hogy az esés közben TJ Price még odarúgott Jeremaznak. Hát nem tudom, lehet, hogy csak a lendület vitte ott a lábakat TJ Price-nál. Megint egy ritkán látott is. Szinte nehezen felfogható ítélet, amelyen viszont, hogy a Kaposvár vezet 12 ponttal, és jó volt Price kosara, 67-55 az állás egészen pontosan. Újabb kihagyott kecskeméti tripla, Pollard vállalta el. Hilliard kap labdát a palánk alatt. Két magas ember volt körülötte, úgyhogy szinte esélyesen volt. Bogdan Benedek pedig faultól, és jöhet majd a két dobás. Valamint egy időkérés is. Lazic reklamál a játékvezetőknél, valószínűleg azt, hogy miért lesz ennél a faultnál, vagy ezután a fault után dobás, mert hogyha jól néztem, kettő büntetővel folytatódik majd a mérkőzés. És ezúttal ráadásul a Kecskemét kért időt. Hegedűs Gergelyt láthatjuk, ahogy magyaráz az övéinek. Azzal kezdtem még a közvetítés legelején, hogy nincs megállás a bajnokságban. Karácsony után egy nappal már rögtön teljes fordulót rendeznek. Hát szilveszter előtt is ugyanez lesz a helyzet. Ugye ma hétfő van, amikor ezt a találkozót játsszák, és csütörtökön, december 30-án újra pályára lépnek a csapatok. A Kecskemét majd akkor hazai pályán a Nyíregyházát fogadja, és a Kaposvárra egy újabb hazai mérkőzés vár majd az Zalaegerszeg ellen, amely hát ugye jelenleg sereghajtó, 2 győzelemmel és 9 vereséggel, de épp most játszanak Körmenddel egy mérkőzést, amit még ugye az első fordulóból cseréltek meg.
Körmenden egyelőre elég jól állt az Alegerszeg. Úgyhogy az edzőváltáson is, hát a légiós cseréken átesett az ETL, nem lesz könnyű ellenfél majd a Kaposvár számára itt az év utolsó mérkőzésén. De hát egyelőre még le kéne győzni a Kecskemétet is. Jeremász pedig büntetőzhet, viszont ha nem dobja be a büntetőit, akkor azért nehéz helyzetben lesz a Kecskemét, amely jelenleg 12 pontos hátrányban van. Kicsivel több mint 3,5 perccel a vége előtt nem lehetetlen. A fordítás innen sem. Tehát, hogyha okosan törgeti az időt is a kaposvári együttes, akkor talán már nem érheti meglepetést a hazai együttes. Hazai együttest Martinál bele, és lejön a középtávolia, de Bogdán összeszedi a lepattanót, megpróbálta ládobni a kecskeméti játékosok lábára a labdát, a játékvezetők pedig már azt mutatták, hogy ezt megelőzően rálépett a vonalra, vagy teljesen ki is lépett. Wittmann indul el befelé, nem tette fel, Kolárt sem. Eresztette el a triplát, jó védekezés, és aztán egy egészen nagy kosár lett volna, hogyha ezt Wittmann így is be tudja dobni. Lejárt volna a támadó idő, ezért próbálkozott meg ezzel a kosárlabdában egy igen szokatlan dobási kísérlettel. Jó védekezés után tehát jöhet a Kaposvár. A jó támadás egyelőre várat magára, mert majdnem eladott labdával zárult az akció, 8 másodperc van még a támadóból. Krinyánszki be tudja csempészni a gyűrűbe a labdát. 69-56, így az állás, 2,5 perccel a vége előtt. Wittmann. Nem ért gyűrűt sem a dobás, úgyhogy jöhet majd alapról a kaposvári együttes. Hilliard már mutatja, hogy melyik figurát szeretne játszani. Miközben Dramichanyin helyére érkezett vissza Kucsera a vendégeknél. Hilliard marad egy az egyben Wittmannal, és Hilliard bedobja. Ez most már azt hiszem olyannyira megnyugtató előny, hogy talán már ki is lehet jelenteni, hogy a Kaposvár újabb győzelemmel gazdagodik. A kosarat nem adják meg, és oldalról jöhet majd a Kecskemét. Jeremász harcolt ki faultot. TJ Price-nak ez volt a harmadik személyi hibája. És hát valószínűleg Hegedűs Gergely is úgy gondolja, hogy ez a mérkőzés talán már nem lesz meg. Lukács Döme érkezett a pályára először a mérkőzés folyamán. Lehet, hogy lassan jönnek majd a Kecskemétén azok a játékosok, azok a fiatalok, akik eddig még nem jutottak szóhoz azon a mérkőzésen. Polárd fel tudta tenni Bogdán mellett. Egy gyors csere még a kaposváriaknál is. TJ Price ül le, pihentetheti tovább azt a láthatóan nem 100%-os combot. Minden tisztelet jár TJ Price-nak, hogy így is vállalta a játékot két kihagyott mérkőzés után. Próbálta segíteni csapatát. Hilliard pedig közben gyorsan bedob még egy középtávolit. Ezzel 73-58 az állás. Wayne Martin pedig gyorsan próbál faultolni, hogy pár márk is be tudjon állni.
a Kaposvárnál. Bogdan Benedek az, aki elhagyja a pályát. Gyakorlatilag TJ Price. Hát nem azt mondom, hogy sérülése miatt, de amiatt tudott beállni ezen a mérkőzésen, mert le kellett cserélni az amerikai játékost, és nagyon jól szállt be. Lepattanók, meg jó védekezés. Az, amivel észre tudta magát vétetni. Pollard pedig bedobja. A második büntetőjét. Zabier Pollard pedig ezzel eléri a 20 pontot. Egyedül a Kecskemét csapatából rajta kívül Milutinovic az, aki egyetlen 10 pontig jutott. Az összes többi játékos 10 pont alatt maradt. Hilliard pedig kiharcol még egy fautot, és hogyha majd bedobja a büntetőket, mind a kettőt, akkor majd ő is elérheti a 20-ast. A KKK-ban Wayne Martin 15, Xavier Ford 14, TJ Price pedig 13 pontos. És Pollard is leül, valamint Kucsera, valamint érkezik Ivkovics Milán 8-assal, és 5-össel Tóth Balázs. A KKK-nál is érkeznek a fiatal játékosok, érkezik vissza Prézer, Puska, és 19-esre a pályán Hajduk Attila is. Prézer még nem áll, Puska még nem állhatott be, majd valószínűleg a dobó Nimrod Hilliard helyére érkezik, aki bedobja az elsőt. És aztán a másodikat is. Úgyhogy most jöhet Blazer. Tóth Barna hozta fel a labdát. Gyakorlatilag egyedül Xavier Ford a pályán külföldi játékosként. És aztán Ivkovics Milán dob egy kosarat. Stojan Ivkovics szövetségkapitány fia Pármárk, és ő is dob egy kosarat. A fiatalok zárják a mérkőzést. 10 másodperc hátra még a találkozóból. És még egy dobási kísérlet, ami lejön Tóth Barnától, úgyhogy a Kaposvári KK behúzza ezt a mérkőzést, még annyit gyorsan hozzátennék ahhoz, hogy ugye a fiatalok zárták a találkozót, hogy Hajduk Attilának, Hajduk Attila Dominiknek ez volt az első mérkőzése, úgyhogy gyakorlatilag ő most mutatkozott be a KKK színeiben a felnőtt csapatban, és hát egy győztes meccsel debütált, mondhatjuk így is, hiszen a Kaposvári KK 77-61-re le tudja győzni a Kecskemét együttesét, ezzel megszerzi a szezonban 6. győzelmét, 6 győzelemmel és 8 vereséggel áll most már így a somogyi együttes Nikola Lazic csapata, amely néhány nap múlva majd az Alegerszeget fogadja majd, tartsanak velünk majd akkor is. Deusek Dániel operatőr kollégám nevében is búcsúzom, Cserhalmi Krisztiánt hallották, viszont látásra, viszont hallásra.